A Bóta Café helyszínét a V1 apartman biztosította. Exkluzív környezet, lélegzetelállító kilátás. A műsorvezető eleganciájáról a Digestor Budapest gondoskodott. Bóta Gábor frizuráját a Barber Fox Ó Buda készítette. Vendégeink szépségéről a Polmoys Cosmetics gondoskodik. Polmoy Cosmetics. A szépség érintése. A műsor támogatója a Herbár Bioshop, minden, ami természetes. Hiperdánki, élelmiszer és vegyi szállítás. Magmax, kosárnyi gyümölcs, kis üvegben. A műsor K.V. élményét támogatta a Borokofi Kft. Kézműves kávépörkölő manufaktúra. Jó estét kívánok a Bóta mai vendégei, anya és lánya, meglehetősen ismert színésznők, véletlenül mindketten a Katona József Színház tagjai, ugye Szirtes Ági, Kossuth díjas. hát Pálmai Anna még csak junior prima díjas, de hát lehet ezt nyilvánvalóan fokozni. Rengeteg mindenben játszanak, és nem csak a színházban, hanem hát akár még szappanoperában is volt mindkét hölgy. És abban is azonosak, hogy Szirtes Ádámért mindketten rajongtak, ahogy én olvasom. Ugye Annának nagypapa volt, Áginak lánya volt, és értve édesapja volt, már hülyeségeket beszélek, volt az agy, Ági volt a lánya, és hogy, hogy oda voltatok, érte? Miért? Én azt nem tudom, hogy melyik játszottam azóta, azon gondolkodom, amikor valami mondtad. Nem, nem voltál semmiben, tényleg? Én Akkor nem tudom, hogy mire gondolsz. Akkor de... megelőlegeztem. Jó, bocsánat. De persze, tehát, hogy itt ennél a kérdésnél tartunk, csak úgy megütöttem, hogy Aha. melyik volt ez, vagy így elkezdtem ezen gondolkozni. Hát én nagyon pici voltam, amikor a nagypapám meghalt, igazából alig ismertem őt, ez... Ez 84-ben születtem, és azt hiszem, hogy 88-ban. 89, igen. Hát a, a könyvét, amit nekem ajánlott, én azt többször elolvastam, és mai napig olvasom. Ez mi, mi volt az ajánló szöveg? Unokámnak Számított? Annának. Aha. Akkor nem volt túl cifrázva. Hát, de nagyon nagyon sírós ez nekem. Amikor, amikor, elolvasom, akkor, akkor nincs túl cifrázva, de hát, de hát ez, ez, az egyik legszebb ajándék, amit életemben kaptam. Mit szeretsz a könyvben? Hát azt, hogy olyan, mint beszélgetnék vele. A, valaki múltkor megkérdezte, hogy kit hívnék meg vacsorára, hogyha bárkit a világon elhívhatnék vacsorázni, és akkor mondtam, hogy a nagypapámat hívnám el, mert mert olyan jó volna vele beszélgetni, meg jól volna átölelni, és amikor olvasom ezt a könyvet, akkor olyan, mint ülnék, és ő megmesélné az életét. Az, az Ági azt a hogy olyan jó ember volt olyan, természetes volt olyan, olyan őszinte, hogy próbált mindig másokkal segíteni, magát akár háttérbe szorítani, hogyha a hullámvasútra kellett fölülni a lányával, pedig ott szédült, akkor befizette. Még egyszer, ha ez volt az igény. Azt szeretem, ő a becsületes emberek között is, a ritka becsületesek közé tartozik, szóval én nem nagyon tudnék olyan dolgot találni, amiben ő vétett. Csak, mint gyerek, Esetleg, hogy akkor abban a pillanatban engem ott hagyott, de a felnőtt rendszerben azért a, annak akkor komoly oka volt. Mert akkor én eltörtem a lábam, a kórházba, és engem elhagyott, elment, ott törött lábbal ott hagyott, elment, mert a nagybátyámnak megígérte, hogy valami állást ö, szerez neki, akkor állás nélkül katonatiszt hát. volt a nagybátyám, és hát azért annak is meg kellett felelni, mert ott ígért valami. De azt, ne, azt tudom, hogy nehezen viselted, hogy, amit aztán a lányod is nehezen viselt, hogy ugye át édesapád is színész volt, Kossuth Díaz, rengeteg filmben is volt, és hogy, hogy ritkán volt otthon. És ez, ez ne, amit aztán Anna ugyanígy átélt, nem? Igen. a mama is ritkán van otthon. Hát ritkán volt otthon, meg most már visszamenőleg azért nagyon sok mindent megértek, tehát nem volt akkor választása, mert mert dübörgött a, a, a színház, és, és utazták be a világot, és, és akkor, akkor menni kellett. Szóval én ezt Igen, visszamenőleg teljesen megértem, akkor viszont megszakadt a szívem, és és és, és teljes, teljes uh, tragédia volt, hogy az anyám nincs itt. De Igen, hát... Ivanovval, ha jól olvastam, 22 ország, négy földrészén volt. De már látta. előtte a három nővérrel Aha. kezdődött ez, hogy... illetve hogy hát olyan sok előadással utaztunk. És akkor milyen volt, mondjuk elmentél három hétre, akkor hogy köszöntél Annától? Ez hát, az volt az. Uh, borzalmas volt. Borzalmas volt egyrészt az, hogy... Az Másrészt ember... az egy csak örülté, hát, hogy néz világot látni. Hát, de... Persze, persze, csak az, az aggodalom, hogy mi lesz a gyerekkel. Hát az, az so, soha nem múlt, és hát bizony volt, amikor okkal aggódtam, mert, mi nem azt a gyereket kaptam vissza, akit itt hagytam. Ha nem? Igen. Hát volt. Nem vigyáztak rám jól. Voltak és akkor? <laughs> hát... Ö... Mi történt? Hát én tudom, hogy a mama mire gondol, de, de most ezt nem szívesen mesélném el. De, persze voltak olyanok, akik nem vették komolyan a feladatukat, és bizony ezt félváról vették, hogy rám vigyázzanak. És akkor mindenféle kis balesetek értek engem, meg idegileg megviseltek. De valamit csak mondja, mi balesetek? Hát én most ezt nem mesélem el. Családon belül. Igen, szóval... És aztán, még rengeteg pénzt, tulajdonképpen sokkal többet fizettem a nőszökre, akik itt vigyáztak rá, mint amennyi a gázsi volt, amit az ember kapott. Tényleg? Persze. De, és akkor, hát, jött ki. Hát a fizetésből aztán hazajött az ember, játszott, és akkor pótolgatta. De hát az nem az volt, hogy súlyos gázsikért játszottunk külföldön, és akkor királyok voltunk. Hát volt, aki hozta otthonról a sóhát konzervet, és akkor azt tettük. Tényleg? Meg. Persze. Hát mi nem, mi mentünk, nem töröttünk vele, mentünk. Na jó, hát kínaiba. De az is nagy szám volt, nem tudom, 87-ben stuttgart -ben, egy kínaiba beülni, nagy, nagy szám. Hát én emlékszem, át, amikor először Bécsbe kínaiba ültem, <laughs> hát és itt de, de még nem volt. Akkor úgy, akkor, úgy, volt, hogy fú, a kínai, <laughs> hát ízőleg, Na és akkor, de azért a papához, és azt is olvasom, hogy Anna is hozzád, Ugye sokat bementél öltözőbe, forgatásra, rádióba, mindenhol. Hát az nagyon nagy kitüntetés volt, amikor vitt magával, igen. Mert nyilván, hogy meg kellett várjam azt a munkát, ami kicsit könnyebb volt neki, vagy éppen olyan jelenete volt aznak, Aha. hogy nem zavarott egy gyerek. De hát amikor komoly munka volt, akkor nem vitt magával én se, én se cibáltam be a három nővér előadásra, nem? Talán hát, három nővére nem, de amúgy o, olyan, nagyon sokat Na jó, de hát akkor a kelléktárba ültél, mert volt egy csodálatos, <gül> <gül> csodálatos rendezőasszisztensünk, aki kellékes, és egyáltalán egy színházzseni, aki a leckét átvette vele, miközben kellékezett. Igen, <laughs> szóval tót, ott, itt ott ő volt az, rá. aki... Ö... Volt a pótó tanult velem. Éve. Hát amíg, amíg ja. a mama tettem, játszott, jaj. addig én megírtam vele a leckét, tanultunk. Tehát én én, én, és én a előadást sok. nem nézted? De volt, hogy néztem. Bizonyos előadásokat néztem, például az új lakást, azt <gül> <gül> minden este bementem is. megnéztem. Mert az ugye egy Goldani darab. Igen, az udvaros dorotya, meg a básti Juli, <laughs> ö, játszottak benne nagy ö, szerepet, és ö, Gyönyörű ruhákban voltak, és az Udvaros Dorottyának rózsaszín haja volt, és volt a, mm? vo vagy rózsaszín parókája volt, és volt a, a fején egy hatalmas ilyen hajó, és hát el voltam bűvölve, és akkor mindig kellett vele találkoznom, mindig kellett vele. Az mit jelent, hogy kellett? Hát, hogy be, be akartam menni az öltözőibe, ja. megnézni a ruháit, a persze. <laughs> Úgyhogy az én emlékeimben. Ez úgy maradt meg, hogy én nagyon sokat vagyok a színházban, szinte oda-haza járok, szóval épp annyira ö, igaz rám is, mint rád, hogy, hogy, hogy nagyon sokat voltunk. Tudod, hogy a mamád mindig szeretett volna díva lenni, és amikor így mondja, hogy na de hát én nem vagyok olyan magas, mint udvaros daratja, meg básti Juli, tehát meg kellett tanulnom, hogy nem ugyanazt jelentem a színpadon, mint ők. De hát belül se vagyok olyan, szóval nem, nem, Á, nem. Mi a nem csak ez, ez egy ilyen modoros kijelentés, nem, hát az ember ismeri magát. És mi, mi miben? Kisebb hitű önmagával szemben, megalkuvóbb, nem tudom, szóval egy, egy, egy kisebb minőség. Ők meg, mondod, mit? Sötét éjszénhéz, meg mit hát, mindleg. Prima, primisztinádé. Na jó, de hát de, de nem, nem, nem A tartal elégen. tartalmaiktól ők, ők igazi nagynők. Na, hát én meg egy olyan, olyan vagyok. Na, és engem. ez nem igaz, és én ezt írtom is belőle. T -t, és ezt hogy kell írta? Hát úgy, hogy én mindig dicsérem, nekem ő tehát, hogy a királynőség az, 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 oly sokféle lehet, és te épp annyira vagy királynő. Nekem ő, tehát nekem az anyám mindig is, tehát, hogy mindig is példakép volt, és felnéztem rá, és, és az, hogy, hogy amikor ő ilyen kis hitű, akkor én mindig elmondom neki, hogy gyönyörű, hogy, hogy hogy mennyire. Vénásan küldik. Vénásan küldi, Intravénásan próbálom <laughs> hogy ezt belecsepegtetni, hogy, hogy ő nekem mennyire sok mindent tanított, és hogy mennyire példaértékű az, amilyen, ő, amilyen emberi minőségű, meg amilyen meg amilyen királynői. Nekem Ez a színpadon -e is. A azt gondolom, kiderül. Amen. Igen, de közben megolvasom, hogy azért az elején, amikor Anna is oda került a katonába, akkor jókat veszekettetek, mert hogy te állandóan mondtad a magadért az Annának, mm -hmm. amit ő nem mindig szeretett. Igen, de visszatérve egy másodpercig még, szóval a pékmáriát nem tudja eljátszani, csak egy királynő. Ezt... ezt ezt még ide gondoltam beszúrni. Ezt... Köszönöm szépen. Ö, igen, amikor oda kerültem, akkor szóval nagyon érdekes helyzet volt, mert, mert otthon voltam, de közben meg egy teljesen más minőségben. Tehát minden megváltozott körülöttem, úgyhogy én lettem más helyzetbe hozva. Tehát most már nem hazamentem, hanem, hanem egy, egy olyan Ja, olyan értemben otthon voltál, hogy tulajdonképpen a gyerekkorod is ott. Hát igen, hát az ismerős, hát olyan a díszlet illata, a, a színház szaga, a, a, a fodrásztár, a folyosók, a büfé, az öltözők, mind ismerős volt, de én most nem úgy jöttem ide, mint aki bejön az anyjához, egy kisgyerek, hanem már mint gyakorlaton lévő, Ü, egyetemista, és aztán később, mint frissen leszerződtetett egyetemista, és elkezdett nőni a tét, és elkezdtem min, min, minél, minél nagyobb és minél fontosabb feladatokat kaptam, annál jobban szorongtam, és annál jobban szerettem volna megfelelni. Szóval egy, egy, egy vegyes helyzet volt. Ez felszerelült benned, hogy máshová mész? Nem, nagyon szerettem volna a katonába menni. Hát a Gábor, a Máté Gábor az osztályfőnököm. Ő... Ö... Őt is vett egy nyilván gyerekkor odóta. Igen, de hát ő oda hívott, és hát hülye lettem volna azt mondani, hogy én nem jövök a katonába. Hát Jó, ott van az anyám, bort. hát majd gondoltam, majd lesz valahogy, hát valahogy csak lesz. Na de épp azért lehetett volna fordítva is, mert hát tudjuk, hogy Básti Júlia, amikor fölvételizett, megváltoztatta a vezeték nevét hogy Igen, ne az tudják, az ő hogy ne, hogy őt hogy hogy azért vegyék fel, mert a Básti Lajosnak a lánya. Tehát, hogy ilyenek nem voltak benne, Hogy olyan soha most nem. mi lesz? Nem, képzeld el, hogy én, én azt érzem, hogy, hogy, hogy mindig volt egy, egy ilyen megelőlegezett bizalom, mert többnyire én mindig úgy él, élesz, éreztem és úgy éltem meg, hogy az én anyámat nagyon szeretik, nagyon sokan szeretik, és és ez a szeretet volt megelőlegezve, és ennek akartam megfelelni. Nem azt éreztem, hogy nalássuk, hogy ö, ki ez a gyerek, hanem egy, hanem egy nyitottságot és egy bizalmat éreztem, és ennek szerettem volna ö, megfelelni, de de. Ö, azt nem éreztem, hogy én menekülni akarok valami elől, ami ami az anyám. Szóval ő nem volt egy ilyen nagy fekete árnyék fölöttem, ami túl akartam lépni, hanem szerintem ő cinkosom volt mindig is. Igazából magamat nyomasztottam, nem a tanárok nyomasztottak engem, meg nem ő, hanem én magamat, hogy ha őt ennyien szeretik, akkor engem is majd szeretném, hogy ennyien szeretnének, és akkor azt egy az idővel megnyugodott. De Ági, te miket mondtál, amikor oda került a katonába, akkor miket mondtál neki? Ja, én egy, egy, egyrészt nagyon örültem, nagyon örültem. Hát ez bár, talán elmeséltem már sokszor, hogy én aggódtam, hogy képességes ember legyen, mert már mármint színész. Mert ha nem az, akkor hiába vágyik, hogy az legyen egy keserűség, boldogtalanság. Mikor az, az ki számodra, hogy az? Na? Aha. Igen. Cserebogár rajzás volt nálam, és akkor mondta, hogy nagyon-nagyon utálja a cserebogár rajzást, ő nem jön ki. És akkor megmutatta, hogy hogy repül a cserebogár, és akkor azt mondtam, hogy jó, jó, rendben van, színész lesz. Meg... Színész lesz. Meg... De miért, mit csinál? Megmutatod? Hát megmutatod. Megmutatom, megmutatom, hogy... hogy... És ennyi, ennyiből ez, a kéből? <laughs> Csodálatosan úgy repült egy cserebogárba. nagyon tudom őt szórakoztatni, és akkor ez volt az első stand -upom, a cserebogár. De... Érdekes, hogy pont ezt, pont említed, de, de igen, szóval... Tehát nem Én... egy próbán, nem a színpadon, hanem... Ez volt az akkor első. Akkor még főiskolás volt. Még, még, nem még az se volt az... Nem tudom. Az sem voltam, Igen. Nem tudom. Hát, akkor megnyugodtam, hogy jó van, jó Mert, mert hogy egyébként van. ilyeneket is mondsz ám magadról, hogy te már egész fiatalon nagyon szerettél hülyet csinálni magadból. Igen. Az miből állt? Itt Cserebogáron kívül, mert az később most már tudjuk. Hát, hogy ö, tulajdonképpen a, 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 a fontos barátaimmal, meg, meg, meg kollégákkal. Én azért szeretek nagyon a katonában lenni, mert nagyon sokat lehet rögni a többiekkel. De tulajdonképpen hogy sok cinkosom van ebben a színházban is, amikor valamilyen ö, nagyon prób ö, komoly próbahelyzet van, vagy, vagy, ö, vagy el van mondva, hogy ez most egy nehéz most nagyon oda kell figyelni, akkor egyből azt érzem, hogy hát így nem lehet neki indulni, hogy ez most egy komoly jelenet is. Mm. És akkor uh, széttrollkodom, és uh, az anyám is partner ebben különben, de rögtön szórakoztatom magamat és a többieket. És uh, nem szólnak rád? De, de, de azért többnyire a, a, a színházunkban nagyon sokat, nagyon sok jó humorú ember van, és, és nagyon sokat lehet röhögni. Azt, hogy szeretek magamból hülyét csinálni, az annyit jelent, hogy szeretem magamat nem komolyan venni. Ezt most úgy értem, hogy, hogy amikor, amikor hogy nagyon nekikeseredek, meg elszomorodok, akkor egyszer csak találok valamit, amit, amit, magamon ki tudok röhögni. És, Mondjuk miket? Hát van egy paródia estünk, ezt Elek Feri, még Ötvös Andris, amikor még a színházban volt így... Ö... Ezt ez mert ez hagyomány a katonában. Hogy... Igen, amikor a rendezőket, egymást, az előadásokat parodizáljuk, és minden évben követelik ezt tőlünk. Tehát amikor úgy volt, hogy hát idén olyan sok minden van, hogy ez nem lesz, akkor a társulat azt mondta, hogy erről szó nincsen. És Zsámbéki Gáborral az élen boldogan Röhög, röhög, röhögnek magukon a rendezők és a többiek is, ezt várják, hogy mi. És te kit parodizáltál például? Hát euh, mikor, ki? Hát ugye elosztjuk a feladatokat egymás között. Aseh, Zsámbékit, ugye? Gotárt? Te Igen, is Én nem, hát én ezt nem tudom, <hállt> <hállt> nekem erre nincs képességem. De szóval nem és nagyon. És valamelyiket? Megmutatod most? Biztos, hogy nem. Na, miért? Mert ez egy intim dolog, amit egymás Figyelj, Figyelj, Engem Máté Gábor színházak éjszakáján parodizált a katonába. Úgyhogy ezek után, sőt be is játszottunk be, amikor nálam volt itt ebben a műsorban, be is játszottunk egyrészt. Úgyhogy ezek után nyugodtan lehet itt. Nem, én a szemérmesebb vagyok, szóval boldogan ö, hülyét csinálok magamból, de olyan helyzetben, ahol ahol partnereim vannak. Én igazából erre jöttem rá mostanában, ez egy nagyon fontos dolog, hogy én nem vagyok egy, egy versenyző alkat, és nem vagyok szóló táncos. Tehát nekem nagyon kellenek a többiek ahhoz, hogy, 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 hogy olyan, hogy biztonságban legyek, és el tudjam magamat engedni, és vicces legyek. Így nem vagyok vicces. És olyan nem volt, hogy a mamádat parodizál? De hogy nem, persze. Nagyon szeretem ajas, őt parodizálni. Olyos, <haz> Nagyon szeretem, Na persze. De abból vagyok. most szabad mutatni, hát, hát most itt engedék a Jaj, ne, meg, meg elsüllyedek a fotel mélyébe. Miért? Mert pont, a halál pontosan nagyon jól csinálja, és én csak szégyenkezni fogok. Kérlek, ne? Ne tessék, hogy befolyásolj, minden, minden energiámat latba vetem egy picit. Nem, nem ja. szeretném. Nem, nem, nem. Ágit, az előbb nagyon rögtön, amikor szóba hoztam, hogy hogy gyerekkorában mennyit hülyéskedett, akkor mindről, mióta a Nem gyerekkorában, hogy... hanem ez már később fiatal, is... fiatal színész volt, és valami szerepi építésen gondolkodott. <laughs> és akkor lefestette azt az alakot, hogy szerinte hogy néz ki, és akkor felhúzta ideig a macinadrágot, és valami... <laughs> ez egy milyen alak volt. Hát Tudom, igazából nagyon mi búrott. nagyon sokat szoktunk azon rögni a mamával, hogy, hogy, <laughs> ő... Tehát, hogy amikor az ember otthon van, mondjuk huzamosabb ideig, akkor ugye hát vannak ilyen otthoni szettjei. És ö, például a trokánóri barátnőmmel is szoktuk ezt csinálni, amikor Borbé Alexandra, barátnőm, képeket küldött Berlinből, hogy. Európa hogy már legjobb színésznője. Európa legjobb színésznője, díj, nagy estélybe, hogy ez legyen, vagy az legyen, és akkor ő döntött, hogy melyik nagy estély, és akkor a Trokán nórival közösen mondtuk, hogy igen, ez a jó, igen, ez a fülbevaló, ez a magas sarkú, és akkor és akkor Viszont küldtünk mi is neki képeket, hogy ebben a pillanatban, még ő a vörös szőnyegre készül és várlogatja a gyémántokat a nyakába, addig mi a különböző boltok közötti rohangálásban hogy is nézünk ki. És, és, ezt, és ezt a mamával is szoktuk csinálni, Igen, hogy szerinted így jó leszek erre a film bemutatóra? És a különböző kinyúlt pulcsik és mackonadrágok is. Hát szórakoztatjuk magunkat azzal, hogy tulajdonképpen a, nem biztos, hogy most mint divák vagyunk itthon. Főpróba hetem van mondjuk nekem. Az azt jelenti, hogy 10 napig legalább annak, aki nincs benne a éppen bemutatásra kerülő színdarabban szünete van. Na, ő azonnal felszáll egy repülőgépre, és valami tengerparton azonnal. Motorcsónak, izé, hogy hívják ezt, jak és fotó, Jakt. fotózza a lábát a jachton, föltéve a korlátra, Mama, életemben nem voltam még jachton, ez csak ezt Az egy, az egy kibérelt Jó. csónak volt, egy hajócska. Jó, mindegy, ja. Én pedig bárcsak. elküldte ezt a lakkos lábköröm a a korláton. Én nekem éppen megbeszélésem volt, és akkor lefotóztam, hogy hogy alszanak a kollégák az asztalon, és akkor elküldtem neki, hogy viszont én, ugye, azzal szemben, az a bacogsággal szemben én, hogy élek, ugye? De az igaz, hogy te ugye, lehet, hogy a szappan operát, tudod, mivel kevertem össze, az nekem már majdnem egy kutya, a sztárban sztár. Igen. Az, az akkor csak most megfelelem az elején ezt a, no. ezt a izét. Ahol te ugye Jennifer Lopez is voltál és hogy állítólag az a mániád. És az, az igaz, hogy te a félvilágot azért, hogy Jennifer Lopez koncerteken ottan dekolhassál, élő ember nem volt hajlandó veled menni, és egy egyszáll magadba te kitartottál Jennifer Lopez Lett mellett? volna, aki velem ö, jön, de aztán az utolsó pillanatban úgy alakult, hogy mégse tudott jönni, és ez engem nem állított meg. Tehát ö, én felhívtam Steiner Pistóf barátomat, hogy tud-e nekem szállást adni Tel Avivban. Ö, egy éjszakára azt mondta, hogy boldog és hogy nagyon bár, tehát tulajdonképpen hazamentem, mert egy embert ismertem. És akkor ugye <coughs> úgy, úgy volt, hogy kimentem, ott engem szeretettel fogadtak, kaptam egy ebédet, aztán összekészülődtem és elmentem a, a Jennifer Lopez koncertjére, ahol az első sorban... Uh -huh. <laughs> Ott megkapaszkodtam, és vártam, hogy jöjjön. Hát én, én rajongom őt nagyon. Nem, miért? De eltelt hat óra, mire megjelent Jennifer Lopez. Igen, rettentő sokat kellett rá várni. <laughs> miért? Azért, mert, mert engem lenyűgöz az a történet, hogy ő hogy ő egy, egy bronxi kislány volt, aki, akinek lyukas volt a cipője, egy tündérmese, egy Walt Disney rajzfilm az ő élete. És akkor egyszer csak ő elkezdett azon dolgozni, hogy énekesnő legyen. És táncórákra járt, és castingokra és ment, és aztán az, ami, az, amilyen ő, az. Hát Nagyon szeretem a zenéjét, meg szeretem, amilyen a, a gyönyörű, meg, meg amilyen. Megint már hogy azt... hat órát késik. Persze, hát megvártam. De hogy igen, és akkor véget De ért a koncert. mit csinál ilyen, amikor hat órát, akkor mit csinál a koncert? Mert engem a fél órás késés, ami tudom, hogy egy Nem ilyen késett. koncerten... Ilyen volt a műsor. Nem késhet, ja, ja. hanem, 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 meg kell várni ezt, az, ezt, azt hiszem ott... Ilyen előzenek, olyan előzenek, mm, a ott Én ettől idegbajt kapok. Hát sok-sok attól... sok ezer embert be kell engedni, nem is tudom, hogy pontosan hány ezer ember volt. Nem akarok hülyeséget mondani, ez rettentő sok. És akkor, és akkor egyébként pontosan elkezdte a koncertet, és hát elképesztő meló van benne, amit ő csinál. Tehát lenyűgöz az, hogy ahogy látom, hogy ő hogy, hogy próbál, mennyit próbál, micsoda koreográfiákat tanul meg, a táncosok, az, hogy milyen látványa van ennek. Szóval igen, ez engem lenyűgöz, ő engem lenyűgöz, és akkor véget ért a koncert, és ö, nem tudtam, hogy hogy fogok visszakerülni a szállásra, de egyszer csak valahogy fogtam egy taxit három óra után, és akkor... Mert hogy akkor volt a tömeg. Elképesztő a taxi, tömeg volt, ha? és mindenki taxit akart fogni, és akkor ö, Aludtam két órát a Kristófiknál, és aztán kimentem a repülőtére, és elindultam Krétára. Ti szoktatok mm. együtt nyaralni? Igen. Rituálisan egy hetet nyaralunk Krétára. Az mi az, hogy rituális? Hát, ma, ma, ma harmadik ízben voltunk. Vagy? Igen. Így rituális. Gyerekkorom én? óta ö, szinte minden nyáron Görögországban nyarolunk. Ez úgy kezdődött, hogy a Vásti Julékkal ö, minden nyáron elindultunk. És akkor ez azóta is tart a görögország imádat. Mert hogy ti barátok vagytok, tulajdonképpen, Igen. ahogy veszük. Sőt, a Borbély Alexander az a te barátod is. Igen. <laughs> Igen. Hát tényleg, igen, mondja mesél -e neked, hogy, hogy éppen ül vele, presszózik, és akkor kihívja, hát széttesági, a mama hívja, mint igen, És Először mert, még meg is lepett, hogy mi az, hogy a mama Igen, mert jövetje. a mama gratulálni akarta a Szandrának, mert látta a filmet, a testről is, lélekről, és akkor, és akkor hívta. Hát persze, ők jóban vannak. Meg a Szandra mindig úgy beszél a mamáról, hogy hogy mikor próbáltunk valamit, hogy gyere már ide egy kicsit, szerinted milyen volt ez a jelenet? Mondom, nem tudom, Szandra, én ezt most megítélni, meg az elején vagyunk még a próba folyamatnak. Jó, minden, majd a szírtest megkérdezem. Tehát, hogy ő tulajdonképpen... Te elmondod? Hát, hogyha kérdez, Szandra, akkor igyekszem, igen. igen. Ahogyha hogyha őt kérdezed, egyébként azért is volt nehéz, még, még eleinte vele vele együtt dolgozni, mert ő mindig őszinte. Tehát, hogy ha, ha, ha kérdezed tőle valamit, akkor ő válaszolni fog. És, és hogyha. És hogyha az nem tetszik neked, akkor vess. Ezért nem merek én bemenni bankettre. <laughs> mert ha megkérdezik tőlem, hogy hogy tetszett, én elmondom. Uh -huh. És azt tudom, hogy banketten nem szabad. Mármint premiére. premier. igen. Ugye, Premier én nem szabad. Vagy egyébként, akkor is szabad. Se. egyébként, egyébként se, hát se szabad. Nem tudom, én nagyon rossz néven veszem, mikor. Az ember de magamtól tuk... nem mondom, tehát nem? az eszembe nem jut, hogy bevegyek, és <laughs> hát ez rémes volt. Na, de ha Csak valaki oda jön, és megkérdezi, akkor nem ne, mondom. De azért gondoljuk. ki lehet azt kerülni, szerintem. Nagyon fáj az embernek. Nagyon sokáig, két hónapig dolgozunk, vérünk, verettékünk benne van, és akkor jönnek emberek, akik elkezdenek okoskodni, hogy ti jók voltatok, de a darab, és akkor már az embernek nincs kedve vele beszélgetni, mert mert uh, meg az, az, az is, az is szokott lennie, az... el, hogy te jó voltál, tehát a többiek, meg az, az egész, az meg az nagyon rossz. Éve. Azt de... kéne mondani, hogy jó volt, az kész. Hagyni ezt a szerencsétlen hadrúgjon be rendesen, aztán majd holnap beszélünk. Igen, de már volt olyan, hogy, hogy egy előadást, egy előadásért nem rajongtunk, és mégiscsak hátra mentünk a többiekhez, és és gratuláltunk, de hát látszott rajtunk, hogy hát most ez, ez igen, de, de hát az őszinte volt. Hát ő, őszinte de volt. De más kollégák között azért. Nem feltétlenül kell megmondani, hogy ez nem tetszett szerintem. Szerintem sem egyébként. Én. Na de ha én de főleg, írok, akkor, akkor nekem frissi, meg kell mondani. Főleg egy bemutatón, amikor megszületik egy gyerek, és apám mondta azt rám, anyám szerint. Olyan fura ez a gyerek, olyan fura. Anyám teljesen ki volt akadat. Nem lett egy frissen született gyerekre, azon hogy fura. Hát minimum azt kell mondani, hogy jaj, nagyon szép. Figyelj, soha nem tudtam, de most megkérdezem hogy, hogy a szírtesnél, aki a nemzetiben nézőtér felügyelőz a már. Persze. Igen? Igen. igen. Tudod, engedett be engem potyán, amikor én meg egyetemista voltam? És... Jól tette. Igen. És ingyért beengedett vidék. Be lehetett. Na, Néha tudott muffulc lenni, de Verszé. akkor is beengedett. Hmm. Igen, volt, akkor biztosan nem kevés hely volt, vagy nem tudom mi. <laughs> Szeretted őt is? Ö, tehát az egy ö, komplikáltabb viszony volt, mint apuba. Most a lelkismeret furdalásom van már vele szemben. Javadás. Hogy? Hát, hogy ö, nem beszélgettem vele, meg undok voltam. Tudod, mi jut eszembe mindig, amikor rá gondolok? Csomós Marinak panaszkodtam, hogy ezt csinálta anyám, meg azt csinálta anyám, meg így volt, úgy volt. És akkor Mari csak úgy nézett rám, nézett rám, és azt mondja, hát te is egy hétszentséges egy gyerek vagy ám, te Ági. <laughs> és akkor ez mindig eszembe jut most már, hogy, hogy, nem, nem úgy alakítottam a viszonyomat vele, ahogy ha okosabb vagyok, akkor tudtam volna alakítani. Nem voltam elég okos, még, Gyerek voltam. Ha annak ellenére, hogy gyerekem volt, de most is vannak hülye dolgaim. Hogy ha, például? Hát, <laughs> ideges vagyok, hamar fölkapom a vizet. Mindenki hülye, csak én vagyok okos. Persze. <laughs> és akkor elszégyelem magam. Szoktatok egy a kiabálni? Kiabálni nem, de azt megmondom, hogy ez most nagyon idegesít, amit csinál, és akkor azt mondja, hogy jó van, én meg ezt csinálom. De szóval mi meg tudjuk beszélni, de, de nem nyelem le. Kiabálni nem Kiabálni nagyon nem szeretem, hogyha velem kiabálnak, és én sem szoktam kiabálni. Nem is, én talán életemben egyetlen egyszer kiabáltam, akkor viszont tényleg, akkor ordítottam. De, Mert akkor mi történt? Az egy szerelmi helyzet volt, és, és, és akkor ott tényleg az volt az egyetlen olyan helyzet. De az anyámmal ő nem szoktam kiabálni. Ő sem szokott velem, de, de úgy valahogy úgy le tudom szerelni nagyon hamar. Most már. De azért <laughs> mi, mit tényleg Mit, ilyen. mit kell ahhoz Az hülye. Ez engem nem érdekel. Múltkor mondtam, hogy gyere már át, karácsony volt. Gyere át, játszunk, szkreblözünk, teázunk, és akkor másfél óra után mondta, hogy na jó, kész, elég, ő megy. Érted? És akkor ott ülsz, hogy de hát még. még de egyébként én is elrontottam, mert előbb kellett volna ezt az egészet szervezni, és akkor. Szóval őt már. Egyszer csak megun valamit, és azt megunta. Trokán Nóri mesélte, fotóztat De rólad is olvastam, hogy nagyon, nagyon nem tud leplezni, ha unsz embereket. Igen. Bocsáss meg <laughs> csak, hogy a Trokán Nóri fotózta édesanyámat, és akkor Mert csinálta ugye Mert a társulat. Fotóz, Igen. Ő szeret fotózni. Igen, és akkor a társulati fotót is ő, ő készítette mindannyiunkról, és mondta, hogy anyád bejött, lőttem róla hármat, és mondta, hogy jól kész, unom. És akkor kész, ő unja, és akkor ő megunta. Kész, megunta, és akkor nincs tovább. És akkor én megtudom, hogy megunta, megunta. Most már itt már Isten se tartja itt, hogyha már nem akar ott lenni. Ezt viszont örököltem. Olyan sok mindent, ezt is. A türelmetlenségét. És nem. még mit? Még... Hát a, a jót is, tehát hogy a, a közben akkor csinálok egy ilyen mérlegbillentést, hogy nagyon sokat foglalkozott magával mindig is. Tehát, hogy őt Sokat láttam Drágba otthon, meg, meg, meg aztán láttam a színpadon is tündökölni, de hogy azt arra mindig kínosan ügyelt, hogy havonta különböző szűrővizsgálatok, fogorvos, torna, kozmetika, tehát hogy mindig ápolt volt, és mindig illatos volt, és mindig, és ezt is például örököltem, hogy, hogy én is megpróbálok figyelni magamra nagyon. És a... Bár azt, azt olvastam, hogy a karantén alatt azért neki szabadultál a főzésben, hogy odáig körülbelül a rántottáig jutottál, de már megy a paprikás csirke is. Figyelj, már meglepődnél. <laughs> <laughs> Nagyon komoly ebédeket teszek Már oszal. Wellington bérszín is a ilyen simán. most nem eszem képzelt. Né? N -n -n. Hát akkor okay, <laughs> ezt <és> nincs esélyed. <laughs> hát akkor, mert hogy de ez ilyen elhatározás, hogy ez a hú, de egészséges? Szinetár Dóri barátnőmmel találkoztam még november elején, és megláttam, és ö, egyrészt gyönyörű volt, másrészt nagyon vékony. Ezt és akkor mondtam, elkarcsú. hogy Nyáron most ezt mondd el, hogy mi történt sorban. veled, és akkor elmondta, hogy mi történt veled, amit nem mondhatok el, mert ez most egy reklám lenne, hogy ő milyen termékeket eszik de az a lényeg, hogy minden mentes. Tehát nem eszik húst, tojást, glutént, hozzáadott cukrot, szóját, kukoricát. Tehát, hogy ezeket... De mindez finom. Igen, de nekem most egy. Egyetlen... Ugye, ugye? <laughs> Ami finom, az mind egészségtelen, ez egy, egy, egyenesek. Mamával nagyon sokszor egyszerre kezdtünk ilyen tisztító fogyókúra, nem tudom mi, és akkor hívom, hogy figyelj, ö, nem bírom tovább. Szerinted É, nem vágtam be egy fél doboz mondom, hogy jó, van akkor. De hát szóval te is, azért elbukunk. De te, de te is mondtad, hogy amikor forgattál olyan nem olyan rég. Igen. És hogy keveset lehetett aludni. Igen. Akkor hogyha az álmatlanság azért rántott sajtot és sült krumplit kivált. Abszolút. Tehát az, hogy most így van. Tehát az, hogy most ezt meg tudtam csinálni, az annak köszönhető, hogy három hónapon volt, a saját otthonomban, egy wellness, wellness környezetben. Azt mondanám, hogy most én kialszom magamat, és jól fogok enni. Amikor négykor zögykölődik veled a, az autó, és visznek forgatni, akkor az rántott sajt. Ez, és mi, sőt, ez mi volt most? Ez a film? Ez az El a kezekkel a papámtól című film, amit Dobó Kata rendezett, és egyrészt egy csodálatos szerep, másrészt csodálatos volt a stáb, tehát csak így tudok róla beszélni, nagyon elfogult vagyok, és álomba illő ö, a, a, ez a forgatási De ebben valami jó gonosz nőt játszhatsz, amit a halálra élveztél. E, igen, és sosem voltam még gonosz, soha nem játszottam még gonoszt. Mindig én voltam a, a jó ember, a józan, a, aki, aki ö, két lábbal áll a földön, aki megbízható, és akkor most végre, végre lehettem egy számító, gonosz, mindenhájjal megkent szemétláda. Ö, Bori, aki a kislány főszereplője ennek a filmnek, nagyon sokszor mondtam neki, hogy ne haragudj, hogy ilyen voltam veled a jelenetben. Azért lelkileg megterhelő volt de ő egy, kis, egy kicsi partner, tehát nem egy gyerek volt. Aki így kellett beszélni, nem teljesen normálisan lehetett vele lenni, meg azt is érezte, hogy... De kellett? Ez már nem van, is tudom, ki volt ez a színész, aki gyerekkorában egy forgatáson pofont kapott. És utána nem győz, mert, mert, mert szerep szerint kellett neki, és nem győzték neki vinni a csokikat, meg nem tudom. Ilyet neked nem kellett csinálni? Nem, és nem is tudom, nézem az amerikai filmeket, hogy hogy játszanak pici gyerekek hogy le, nem, Sodál is, nem hatosan. is érted, hogy, hogy hogy létezik ez, hogy így tudnak játszani. Pici gyerekek. Ezt, ez tudom, De te is már gyerek, ilyen tizenvalahány, a rossz fiúkban, nem? 15 voltam, azt hiszem, hogy 16 talán. De hát az már egy kamasz lány, de itt most pici gyerekek mm -hmm. beszélgetünk, és nem, nem tudok rájönni, hogy, hogy, ez hogy van, hogy sírnak, zokognak, és megszakad a, a szíve. De ezért csert láttad már? Igen. Hogy játszik az a kis? Nem, nem tudom, hogy, hogy ezt játszik. El, Csodálatos. Elképesztően. Erősen, mindenféle ilyen kimódolt eszköz nélkül, és az ember szíve megszakad érte. Csak figyel és néz, és ö, olyan tartalmai vannak. Én nem tudom, hogy hogy És azonnal hogy játszott a fiúkban? Nem emlékszem rá. Ne. Nem. Emlékszem. Ezt nem mondott -e mm, Nem emlékszem, hmm. rá, hogy, hogy milyen volt kamasz voltam, és, és szerintem az... Hát egy most... kis szerepecske volt. Igen, nem is volt egy túl nagy szerep. Szerintem én később, én, én egy lassú ember vagyok, és ö, mostanában ö, érzem azt, hogy, hogy most úgy elkezdtem felnőni. De nagyon sok minden... De mi miből áll? Hát, ö... Mama még mindig nem hiszi, -e, hogy így... Vagy igen? Hogy felnőtt volna igen. már? de azért már úgy lassan-lassan megüti a mértéket. <laughs> szóval amiből áll, hogy felnőttél? Hát, hogy megnyugodtam abban, hogy, 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 hogy most már azt mondhatom, hogy most már ismerem magamat annyira, hogy tudom, hogy, 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 hogy az, amit én gondolok, az most már lassan összhangban van azzal, amit csinálok. Szóval meg, a, meg a, azok az előadások a Nordoszt, a kaukázusi krétakör, úgy felneveltek, és már egy ideig azt éreztem, hogy ugyanaz van tőlem kérve, hogy én vagyok a, 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 a szép lány, aki megmondja a véleményét, és akkor úgy sok ilyen szerepet kaptam. És aztán meg elkezdtem nem ilyen szerepeket kapni, és azok felneveltek, azok úgy terheltek meg, ahogy, ahogy ezek a szerepek. A Nordost nem... ugye az a vérengzés. Igen, Volt a, a Dubrovka Színházban amikor, történt tragédiáról igen, íródott igen, 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 ez a tarab. igen. igen. Annyi mindenre emlékszel, ezt hogy csinálod? Igen, elképesztő. Hallgattak a rádió, és mondom, mikre emlékszik, és adatok, komoly adat, adat. Nem láthatod, hogy készülsz azért. De én készülhetek. Hát De... készül. nem, nem ránk, hanem bármi, bár tőle valaki, jönnek az adatok sorba, és mindenre emlékszik. Abban az előadásban azt játszott meg ez... Minden tud. De hát egyáltalán nem olyan, mindenre, olyan. és azért a, a rádióban is, amikor domálok így 25 perceket, akkor is, e, akkor is előtte azért készülök. De utána szabadon beszélek, ez tény. Bárak és nem. az is tény, ha bele tudnak kérdezni, akkor időnként tudok válaszolni. Most megkérdezem tőled, hogy a már maraszádban... nem De azt kérdezem, a kérdezhetsz. Kaposvár, azt pár száz, pár <laughs> százszor, százszor láttam, hogy abból bármit kérdezhetsz, maraszádból. Az isteni előadás volt. Bocsáss, meg csak még az eszembe Igen. jutott, hogy az, az nagyon ö, nagy dolog volt nekem, amikor valaki ö, megnézte a Nordosztot, és azt mondta, hogy nem, nem, hogy arra nem jött rá, hogy ez én vagyok, hanem hogy azt mondta, hogy úgy de szép ez a fiú, mikor fölment a függöny. <laughs> Tudod, hogy, 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 ez nekem nagyon, tehát hogy, hogy, nagyon nagy dolog volt, bók volt, és azt éreztem, hogy, hogy á, ezért akartam színész lenni, hogy ilyen kaméleon lehessek. De abban már nem is csak ö, rossznak kellett lenni, vagy izének, hanem kegyetlennek, az már még. Nem, képzeld el, hogy, hogy én meg pont azt gondolom, hogy pláne azért, mert most egy ilyen sorozatot is nézünk, még jobban felerősödött bennem, hogy semmi milyen nem fekete fehér, Ez a Homeland című sorozat abbahagyhatatlan, nincs életünk, neki se nekem sem. Befejeztem. Ő már a Isten. végére ért. Tehát, hogy te azt mondod, hogy ez a lány gonosz volt, ugye három ö, szemszögből, ö, csak hogy esetleg aki, vagy a nézőknek el, el mm. lehet mondani, hogy ugye három szemszögből három nő története futott itt össze ebben a Nordos, Nordos című előadásban. Egy, ö, egy néző, aki bent ragadt a nézőtéren, a csecsen terrorista nő, aki voltam én, és a, a Bodnár Erika és Fullajtár Andi volt a harmadik, aki pedig, aki pedig egy, azt hiszem, hogy hát most nem akarok hülyeséget mondani, de ő pedig a tulajdonképpen egy ilyen, nem, egy egy tárgyaló, de valahogy megpróbált a, a, terroristákkal is tárgyalni, illetve menteni a menthetőt egy, egy egy ilyen hármasunk volt, és, és én végig azt gondoltam, hogy, nem, tehát, hogy a terroristának nagyon... Ö, tehát, hogy nem lehet ezt így neki kezdeni ennek a próba folyamatnak, hogy na ő a terrorista lány, hanem a nő, akinek igaza van, akinek kinyírták az egész családját, semmi veszteni valója nincsen. Én azt gondoltam, hogy meg szeretném találni az igazságát, és meg szeretném keresni azt, ami, ami miatt ő ennyire elkeseredett. És mi, mi, mi volt az igazsága? kinyírtak mindenkit, akit ő szeretett, és a szerelmétől kezdve a családján át mindenkit kinyírtak, és, és nagyon könnyen fanatizálható egy olyan ember, akinek már nincs mit veszteni. Le lehet az a válasz, hogy akkor na, akkor én is... Ez volt az eldes utolsó mondata, hogy ezt mondta volna Erika, hogyha, hogyha, mindenki meghalna, akkor valószínűleg én is bombát kötnék a derekamra, is felrobbantanám magam. N nincs mit vesztenie, és mindenkit elvettek tőle, akit szeretett. Ez egy olyan gyújtózsinór, ami, ami, amit használ a, a, az elkeseredett embert, és a, és a kilátástalanságot, azt nagyon, lehet, nagyon gyorsan lehet gonoszsággá. Ugye a másik szerepagró se a kaukázusi krétakörben, hát abban együtt vagytok. Igen. Van egy jelenetünk, ugye? Egy jelenetünk. Több is van, de egy, egy ja. jelenetünk van, ami egy... nagyon fontos. De van, mint, mint igen, de van, de több is. Igen. Ugye ez, egy nagy, viszont egy nagyon erős nő, aki mindenen keresztül megy, hogy, hogy elérhesse, amit, amit, akar. Ez nyilván benned van. Nem? Igen, én ezt az előadást úgy játszottam, hogy, hogy mint hogyha ezt, ezt, a nagyapám nézné, vagy, vagy, vagy mivel itt ül az anyám, mert ugye nagyon Ö, fontos volt nekem az, hogy az utolsó nagy tárgyalás jelenetben, hogyha ránéztem a, az anyámra, akkor olyan, az egy, az egy olyan összekapcsolódás volt, amiből én erőt szívtam. Egyébként a jelenetben is engem támogatva ülött, de hát ez, ez meg már egy olyan transzcendens síkja a, annak az előadásnak. Meg amin... hát mi is körülülünk, mert ugye egy olyan nézetér van, hogy mi is körbeülünk titeket. Igen, ez ez, 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 nekem egy nagyon fontos szerep, egy nagyon fontos előadás, és, és ez, 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 ben, ez bennem Véletlenül meg is nyerte a Pécsi Országos Színházi találkozó legjobb rendezői igen. díját. Igen. Meg a... Hát te éppen nem kaptál. <laughs> De... Kaptam a színés zsíri, ja, A, színés, ö, a színés ö, színés legjobb színésznődíját. Hát akkor én voltam. Hát kollégától... én, én voltam akkor a zsűri elnök abba az eresztésbe egyébként, de a Kocsis Gergő meg megkapta benne Igen. a legjobb férfit. Igen. Az is nagy dolog nekem, az, hogy a kollégák rám szavaztak, az, az talán... A sok hát, mint a, a mi világ Nem, nem ezt akartam mondani, csak hogy nagyon megtisztelő volt, jó érzés volt. Aha, milyen vele játszani? Hát amikor már ott van az ember a színpadon, akkor megy ugyanúgy, mint ahogy az ember bemegy a boltba, azt az úgy megy. De már hogy nem az, hogy bizokkenőmentesen, hanem az ember ott van abban a szituációban, és csinálja. De hogy belegondolok, hogy öregem, mi azért úgy együtt játszunk, meg jelenetet játszunk akkor, akkor az, az, másról kell szólni, otthon, ha egyedül. Miről? Ha erre... Miről? Hát, hogy... ő Ö... Tulajdonképpen én meghalhatok szépen nyugodtan. Mert van egy ilyen csodálatos gyerekem, aki képességes, gyönyörű, okos. Na de lehet, hogy pont ezért nem hallhatsz meg, nem? De, éppen. Ez a, ez a másik nem. vetülete. Tudod, a Máli néniben a emlékeim szerint volt, hogy jött valaki panaszkodott Ingen, füst, füst, a Máliné. igen. valaki panaszkodni a Málinének, hogy ilyen rossz az élete, olyan rossz, és akkor a mondta, hogy mit van magának két szép felnőtt gyereke, mit akar? Szóval, hogy az embernek van egy ilyen gyereke, akkor már valamit csinált az élet. No de ez valami csak te is szincs? De ott van a szép napok, amikre azért mindig te is elmondod, hogy azért csak nagyon jó. Hát azt nagyon imádom. Ami majdnem mondod rám, ha jó, a végén bejön. Bezerédi Zoltán. a néha belevakant, igen, igen, a Bezerédi. Hát az, az, életem csúcsa, az nagyon szeretem, büszke vagyok. Tudod, hogy Kaposvárat is nagyon jó volt a Pogány A Pogány azt mondta, hogy az soha nem tudta megtanulni, mert olyan trabba kellett azt bemutatniuk, hogy ő soha nem volt igazából birtokában. Igen, és az eset Tamás neki, hogy tíz évente megcsinálják, aztán nem. Nem teljesítette. <gül> <gül> Na, és azon mit szeretsz annyira? Szerettem, mert már levettük semmi. Nem Hát, valahogy a Krista feladta nekem ezt a lehetőséget. Székely Krista, aki tulajdonképpen hogy... ez vizsgarendezése volt. Abszolút, igen. Hogy te, Ági, most már játszottuk ezt eleget, ugye? És hát akkor én összevetettem azzal, hogy milyen, milyen lelki teher azt játszani. Tulajdonképp... Ugye ez egy beked darab, aki nem tudná, tehát be vagy ágyazva egy ilyen földbe, egy... tulajdonképpen, és csak Egyed. egy darabod látszik ki, aztán egyre kevesebb. Csak a végén a fejed. Igen. És csak fejjel játszani már nyilván nem könnyű. Nem volt azzal baj, a rengeteg, rengeteg szöveggel, és a koncentrációval, és a és az ihletettséggel, hogy ez mind együtt legyen, hogy, hogy elégedetten menjek haza. És hát nem tudom, jó sokszor játszottam, nem tudom, százszor talán nem, de megközelítőleg, és hogy talán három volt, mikor azt gondoltam, hogy ez az. <laughs> tudom, tulajdonképpen kis megkönnyebbedés volt elválni tőle, és néha gondolom, hogy azért el kéne mondanom ezt a szöveget néha, mert ezt úgy kidobni az ablakon, az, az nagy pazarlás. De aztán úgy megkönnyebbedek, és akkor úgy elmúlik ez a vágy. Te gyakran jársz tüntetésre, nem? Járok, igen, de most már egyre hite hagyottabban. Igen? igen. Miért? Öh. Mert nem eredménytelen. Azért én csak a saját lelkismeret furdalásom megnyugtatására megyek. Néha jó az a közösségi élmény, hogy az ember együtt kiabál, meg sipol, meg minden. Te is kiabálsz és sipolsz, tényleg? persze, hát persze, hát annyira jó kielégülés, igen. Hát azért megyek. Azért megyek, azért a közösségi élménye. Tehát olyan kicsit, mint egy foci meccs, hogy lehet ott együtt. Nem tudom, ott összeadatlanak az energiák, és akkor igen, hát hogyha az ember abban ringatja magát, hogy ebből lesz valami. De nem. És akkor most már úgy egy, egyre laposabbak a hullámok, amiket vernek bennem a dolgok, illetve, hogy nem. Mert magas hullámokat ver, csak azt nézem, hogy úgyis minden partot ér aztán elül. És a Az, az, hát borzasztó, tudtam, hogy ide akarsz kiukadni, ez rettentes fájdalom. Azért is nem tudok vele mit kezdeni ezzel. Teljesen tehetetlenül nézem, hogy kirántják a szőnyeget az emberrel, és azt mondják, hogy te nem is létezel, sőt, nem is léteztél. Na, menjél szépen haza. Szóval ezt fel se fogom, hogy ezt, miért gondolják ezt így? Miért? Nem értem. És ez olyan mély fájdalom, hogy nem, nem, meg olyan következményei vannak a gondolataimban ennek, hogy nem is érdemes már csinálni tulajdonképpen ezt a színészet nevű dolgot. Mert? Mert most ezek után milyen? Hogy mit, mit játszik az ember is? Különböző minden olyan visszhangtalanul múlik el. Nem tudom, arra gondolom, hogy játszottam egyszer-kétszer, jót, jól éreztem magam, volt egy jó életem, most akkor már mit akarok én már? Néha ezt gondolom. Anna? Én, ezt... én igazából engem, engem úgy, úgy, ha ránézek erre az egész történetre, igazából végt, végtelenül unalmas, és a kortársaimmal, Ö, arról szoktunk beszélni a velem egy idős emberekkel és a nálam fiatalabbakkal, hogy iszonyatosan ö, kínos, hogy mindig ugyanazt a történetet ismétli a történelem. Ugyanazt, ugyanazt, hogy... Most mire gondolsz? Hát például nem tudom, arra gondolok, hogy, 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 hogy olyan... Ö, tehát, hogy, 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 nem, nem unalmas ez még? Az ember, az ember nem tanul abból, hogy, hogyha, hogyha nagyképű, Böckhendi és, és akkor, akkor, az milyen vért szül. És ugyan ez, tehát, hogy a Shakespeare drámák tulajdonképpen időről időre is. Sőt, hogy, hogy ugyan azt a történetet nézzük, mióta, mióta világ a világ, évezredek óta, hogy nem, nem kéne tanulni, vagy változni, vagy... Tehát, hogy, hogy én levajok döbben, és én, én végtelenül unom azt, ami itt folyik, Európa közepén vagyunk. Pszö, ciki, ciki. Na, de próbálsz ellene valamit tenni, vagy próbálod most már homokba dugni a fejedet, hogy nem is Én is, is ki vagyok el. a tüntetéseken, és, 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 az, és az igazért én is mindig oda fogok állni. Ezt, ezt, ezt tudom tenni, és, és őrizni azokat a azokat a szavakat és azokat a ö, pillanatokat és tanításokat, amiket Kovalik Balástól, Lászlón Lászlónát, Ladányi Andráig is még hosszan sorolhatnám, hogy kik voltak az én csodálatos tanáraim, amiket nem, amiket nem fogok elfelejteni, amit, amit tőlük tanultam, és, és, igyekszem megfelelni annak, amit, amit, én, én ott magamba szívtam azoknak a ö, elveknek is tanításoknak. Ezt tudom tenni. És harcolni azért, amit igaznak gondolok. Katonában most mi lesz? Most pillanatnyilag, amikor felvétel van, még nem COVID. lehet, még Urakodik Covid van, a még COVID. nem lehet játszani. Sajnos hát most szerintem, elkezdünk... amikor ez lemegy, még lehet, hogy akkor se, de mi van? Elkezdünk ö, próbálni. Ö, kortárs magyar Drámákat fogunk próbálni, és. Uh, ja, de ez ilyen sztém, ez ilyen internetes dolog. Ebben te is benne vagy? Igen, igen. Együtt is? Igen. Mm? Nem. De, de a sem jó, jó, de az még nem készül. Az még nem készül. Az még nem készül. Az micsoda? Ö, egy egy kortárs magyar darab, de ennél többet most még, még nem olvastuk Aha, el, tehát még nem tartunk, nem tartunk nem az, nem az, az olvasópróba az próba. előtt Igen. vagyunk. De még nagyon az elején vagyunk, most nem is tudom, Igen. hogy még. Én egy. Ö, mit lehetne még mondani, róla? Gar Garaci darabba voltam. Garaci Igen. László? Nem akarok ö -ö, semmit beszélni róla, mert a máté se mondott semmit Aha. a máté Gáboron belekészült riportba, úgyhogy nem akarok itt tempóját lelőni, ha még esetleg érvényes ez. És amúgy? Amúgy? Meg vagytok jól? Vagytok vagy az élzerős túlzás? Én én azt hiszem, hogy soha nem voltam még ennyire szabad, vagy legutoljára a gyerekkoromban talán. Szóval picit úgy érzem magamat, mint amikor szigligeten válogattam a kavicsokat, és úgy nézegettem, hogy hé ez egy ilyen kavics, ez egy olyan kavics. Hogy most is valahogy van időm arra, hogy a kávé mellett úgy bambuljak a falevelekre, szóval, és valami nagyon, lényegi nagyon lényeges történik. Öről nagyon sokat rohantam, és nem panaszkodom, hálás vagyok, hogy a, az egyetem elvégzése után évi 5-6 bemutatóm volt, de most jól esik Öről úgy befelé figyelni, meg jó esik Lass, lelassulni. Á, nagyon nagyon élvezem, hogy nem kell menni sevóvá, nem kell időre menni, nem kell csinosnak lenni, kutya sétáltatás, jogázás, hamar lefeküdni, sorozatot nézni. Az ember úgy el van ezzel, de azért a fenemegette, azért úgy csinálni valamit jó lenne már. Szóval az a csinálás az hiányzik, hogy, hogy kitalálni egy szerepet, úgy összerakni, azt próbálni, kipróbálni, az hiányzik. Nekem nem a próba hiányzik, én nem szeretek próbálni, <tosz> hanem nekem az előadások hiányoznak, amikor fölmegy a függöny, és ott ül a néző, Ah, az nagyon jó lenne már, de próbálni, az nem jelzik. Hogy hát próbáljunk. akkor kívánom nektek, hogy nagyon eljöjjön, hogy Ránk néző magamnak is, mert én is ülnék már ott. Nagyon Köszön. szépen köszönjük, köszönjük, hogy itt lehet. Én is köszönöm, köszönjük. hogy jöttetek. Szépen. Sziasztok! Köszönjük! Pálmai Anna és Szétes Ági voltak a Búta Café vendégei a Viszontlátásra. A műsor média szakmai partnerei antropos.hu kulturális online magazin színház.online Unik Media Hungary Kft. mediamix.hu a legjobb hírek keveréke Best Motion Marketing Agency